az ember egy élet tapasztalatot, bölcsességet, ajándékot, csomagot a szüleitől kap. És ezért is hoztam el ezt a kis emléket, a szüleim esküvői képét. Ez Dunabogdányban készült ez a felvétel. 1944. november 19-én, amikor ők összeházasodtak. A háborúnak egy, egy szabadságos napján történt a házasságkötés, és aztán ment is vissza édesapám a háborúba. Szóval iszonyú helyzet volt, de aztán hál' Istennek a jó Isten megmentette és hazahozta. Nap mint nap tapasztaltuk én és a testvéreim is azt a fajta értékrendet, amit ők képviseltek. Sokszor még, még édesapám viccesen mondta is, hogy hát nem ezekre kéne ne, titeket tanítani, mert azért a világ messze nem ilyen. De én ezt, ezt bátran melem vallani még akkor is, hogyha nem korszerűek ezek a, ezek a tulajdonságok, hogy tisztaság, becsület, a másik elismerése, megbecsülése, a szeretet. Szóval ezek, ezek, ha bonális szavak is, de mégis, amíg élek, gondolom, addig követendő példa lesz. Édesanyám színésznő szeretett volna lenni, de hát a szülők nem engedték, mert akkoriban azért ez egy ledér pálya volt, nem szabadott, hogy a, a főjegyző, főjegyző úr lánya az úgy milyen, milyen, dolog az, hogy valaki színésznővé válik át, és aztán így került az egyetemre, és lett aztán gyógyszerész édesapám festőművész volt. Csöpögtett belénk a jóisten <laughs> genetikusan mindenféle ilyen művész tulajdonságot. A bátyám például szobrász lett, az öcsém szintén színész és színházvezető Egerbe. Tehát mi az édesapám műtermében kezdtünk ezekről beszélgetni. Talán a legérdekesebb része a színészetnek, amikor a születés történik. Ahogy én átalakulok szerep Hüha, hogy, hogy hűha, ez, ez már, már, alakul, ez már, ez, ez már <laughs> ne felejtsük el, jegyezzük meg, mert ebből, ebből aztán lehet tovább építkezni. Egy mozdulat, egy hangsúly, egy, egy indulatosabb megszólalás, és akkor ezekből úgy összerakosgatja az ember magát a szerepet. Sok olyan darab volt, amiben én a két ellenpólust játszhattam el. A Tótékban Tóth Lajos tűzoltóparancsnokot és az Őrnagyot. Aztán a Mester és Margaritában a Mestert és Volandot, a sátánt. Aztán a Tártyűfbe Tártyűföt és Orgont. Aztán a Tragédiában Lucifert és az Urat és nem is tudom, pergüntbe pergüntőt, és aztán gomböntőt. Ami azt jelentette a számomra, hogy, hogy nem, nem, nagyon skatujáznak be, hála Istennek, egyik rendezőnek ez jut eszébe rólam, a másiknak meg pont az ellenkezője. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy az emberben, hát nyilván megvan a tártűféle szemtelenség, gonoszság, pökhendiség, alávalóság, és ugyanakkor az orgon naivitása is megvan. És akkor rácsodálkozik arra, meg, meg elkezdi a vonzásába vonni az orgont ez a gazember, és ő megy vele. És miért megy vele? Az, hogy, hogy én átváltoztatom magam, és aztán létrehozok magamból, magam által egy másfajta személyiséget, aki mégiscsak én magam vagyok mélyen, azt, ahhoz én kevés vagyok. Ahhoz kell valami transzcendens erő, ami Adta nekem a tehetséget, ami mozgulódik bennem és adott pillanatokban segít, hogy ezek, ezeket létre tudjam hozni. Mostanában én egy kicsit el vagyok keseredve a színházi változások miatt. Én már szinte azt mondom, hogy embert szeretnék látni, nem, nem, nem varázslatokat, hanem emberi kapcsolatokat, szerelmeket, ellentéteket, amik megoldódnak, vagy nem oldódnak meg. Tehát valahogy az, az ember lelkét, belsejét, mert az, az örök. Az, az emberi belső és az ember lénye az örök. De hogyha ezt kihagyjuk a színházból, akkor mi marad? Akkor azok a mindenféle technikai varázslatok, amik engem speciál nem nagyon érdekelnek.